És most szakértőnk válaszol. Következik épp testben, épp lélek rovatunk. Szépségápolás, kozmetikumok, újdonságok, otthoni bőrápolás. A stúdióban Tóth Alexandra kérdezi Tibai Eszter mesterkozmetikust. Szia Eszter, köszöntelek akkor ismét téged itt a stúdióban. Szia Szandi. Egy héttel ezelőtt ugye a nőkről és a szőrökről, a hajakról volt szó. Ezúttal viszont úgy gondoltam, hogy nem csak a testünket, hanem a lelkünket is kell ápolni, és ehhez te igazán jól értesz, hiszen a lélek kozmetikát is gyakorolod a kozmetikádban. Most erről mesélj nekünk, kérlek. Köszönöm szépen a lehetőséget, és a szívem mélyéről köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát, amikor 10 és 20 év, meg már 30 év is elmúlik egy szakmában, akkor valamit fejleszteni kell, valamit tanulni, és ha nem akarunk pályát változtatni, akkor fejleszteni kell a saját tudásunkat. És egy beauty fórumon, egy kozmetikai szakkiállításon találkoztam a lélek kozmetika lehetőségével, amiről kiderült, hogy egy felnőtt oktatás, amiért innovatív díjat is kapott a Magyar Tudományos Akadémiától Halász Krisztinának a kifejlesztője. És úgy gondoltam akkor, hogy nagyon közel állt hozzám mindig a spiritualitás, a lélek, a pszichológia, ezért belevágok és elkezdek tanulni. Ez az iskola 2 évig tartott, és most már jó 1 éve, hogy befejeztem ezt a sulit, azóta gyakorlom folyamatosan, és imádom, rengeteg hölgyön tudok segíteni, tudatosan. Régen is ugyanúgy használtuk ezt a lélekkozmetikai dolgot, csak akkor nem tudtuk, hogy lélekkozmetikusok vagyunk mi kozmetikusok, tehát mindig sok pszichológiai problémával jöttek hozzánk. Az animi szó azt jelenti, hogy szívünk mélyéről, nagyon sok szívformájú mozdulatot is végzünk, illetve mint forma, szimbólum is megjelenik nagyon sokszor energiát adó szimbólumként a kezelésünk során. És hogy mit is jelent ez? Egy picit mondanék a pszichológiáról néhány gondolatot. Ugye a bőr a legnagyobb szervünk. Az összes szervünkkel kapcsolatban áll a bőr, minden egyes szervünkkel. És ha bármilyen zavar történik a szervezetünkben, akkor ez kitükröződik az arcbőrünkre. Néhány példát is mondok erre rögtön. Mégpedig, hogyha vese problémák vannak a szervezetünkben, ödéma jelenik meg, vagy szem alatti táskák, karikák. Ha máj problémánk van, akkor májfoltok, aknék jelenhetnek meg, pattanások. Hogyha a bilirubin befolyik a vérerekbe, ez az epefesték, akkor a bőrünk nagyon erősen sárga lesz, meg a szemfehérje is rögtön látszik. Ha a véredényeink betegek, élelmeszesedés történik, vagy bármilyen érrendszeri probléma, rozácia jelenik meg az arcon, a lábszáron pedig viszeres lábak. Aztán emésztési problémáknál, felszívódási zavaroknál, például ételallergiánál kiütések, csalánkiütés, ekcéma jelenik meg. Pszichés zavaroknál aknék, miteszerek, túlzott faggyú működés, verejtékezés, ez a fiataloknál szokott legtöbbször jelentkezni, hogy erőteljesen pattanásosok és miteszeresek lesznek. Akár a kialvatlanságtól fekete karikás lehet a szemünk. Ez mind-mind mutatja az életciklusunk az arcunkon. És ezt megfigyelte Halász Krisztina is, hogy mindenféle életciklus meglátszik az arcunkon és az életmódunk is. És ha a pszichológiánkból elkezdünk izzadni, túlzott fagyúműködés jelentkezik meg, akkor is sömörös plakok jelennek meg, vagy akár ősömör az arcon. Tehát lehetnek komolyabb problémák is, most nem beszélek a rákról, hogy bőrrák, melanoma is kialakulhat. A sámánok is használták ezeket a gyakorlatokat, ezeket az alkalmazásokat. A Krista kiment Peruba, és ott a lakota indiánoktól tanulta néhány fogásunkat. A lényege az, hogy amikor bejön hozzánk egy vendég, energetikai tisztítást fogok rajta végezni, és persze saját magamon is. Tehát mielőtt egy vendéghez hozzányúlunk, mindig energetikai tisztítás történik, amit fehér zsájával végzünk, ez a legnagyobb tisztító erővel rendelkezik, és lesöprögetést, energetikai lesöprögetést végzünk. Akik nem spirituálisak, nekik nyilván ez nagyon furcsán fog hangzani, de annyit elmondanék nekik is, hogy bizonyára érezték már azt, hogy tele vannak energiával, kirobbanó energiával, illetve úgy keltek föl reggel, hogy enerváltak voltak, fáradtak, nem jól érezték magukat, és rosszul érezték, teljesen nem voltak saját maguknál. Ezt mondtuk energiátlanságnak, és ezt próbáljuk ilyenkor mindig visszatölteni az emberekbe, és minden ember egyébként a lélek harmóniájára törekszik, és a boldogságra. Ezen dolgozunk végig. Lehet kívánni például állapotokat is. A legtöbb vendég nyugalmat és harmóniát
kíván, lehet kérni nőiességet, fiatalságot, tisztánlátást, lelki egyensúlyt, elengedést, megbocsátást, önszeretetet, önbizalmat, kreativitást, megújulást, és még nagyon sok más lehetőséget is. Ezeket mind illóolajokba csomagoljuk, tehát mindegyik illóolajnak megvan a megfelelője, amivel a masszírozást, a kezelést fogjuk végezni. És ezek az illóolajok segítenek az ellazulásban. Természetesen olyan zenét is választunk, és olyan füstölőt, ami ebben segít bennünket, hogy amikor a vendég beérkezik, megtörténik a letisztogatás, és az illóolajokkal átitatott, akkor kikevert eszenciával fogok dolgozni, személyre szabottan. Ilyenkor lekapcsolom a telefont, bezárom a kozmetika ajtót, ez egy órás, másfél órás kezelés. Akkor nem zavarhat senki bennünket, meg a vendéget is természetesen megkérem, hogy iktassa ki a külső zavaró tényezőket. Van bambuszom is, például bambuszmasszást is szoktam végezni, ez egy szakrális tárgy, amivel dolgozunk, és az sem mindegy, hogy egy virágnak a magját használjuk föl, az olaját, a levelét, a gyökerét vagy a szárát. Tehát mindenképpen már nagyon fontos, hogy milyen lélekállapotot akarunk zavaró tényezőktől megszüntetni. És még itt elmesélnék egy genetikai dolgot is, hogy magunkba hordozzuk sokszor az őseinknek, vagy akár a gyerekkorunkban berögzött szokásokat, rossz dolgokat. Például egy egyszerű példa, hogy egypetélyű ikreket figyeltek meg, hogy különböző hatásokra, ugye az ikrek más családba fognak felnőttként élni, megnősülnek, gyerekeik lesznek, más betegségeik lesznek. És mivel genetikailag ugyanazt öröklik, mégis más betegségek alakulnak ki náluk, ez az életmódtól függ, hogy milyen lelki behatások érik őket. És ugyanígy bennünket is különféle lelki hatások érnek, akár traumánk van a párkapcsolatban, akár a munkahelyünkön, akár elvesztünk egy olyan házastársat, egy olyan élettársat vagy barátot, aki nagyon közel állt hozzánk. Ezek olyan sejtgenetikai tényezőket, úgy hívják őket, hogy epigenetikai tényezőket indítanak be, ami kortizon hormont termel, stressz hormont termel a szervezetünkben, akár az időhiány, a stressz is ezt okozza, a mindennapi rohanás, ami károsítja az emberi szervezetet, fáradtá teszi egy idő után, energiátlan, fáradt, kimerült lesz tőle az ember. Ha viszont olyan epigenetikai tényezőket, ingereket adunk a szervezetünknek, ami boldogsághormont idéz elő, ilyenek például a pozitív gondolatok, a masszírozás, a meditáció, az érzések, a kellemes jó érzetek, az imádkozás, a vizualizáció, ezek pozitív töltéssel rendelkeznek. Ezután már mindenki kitalálhatja, hogy amilyen érzésekkel töltjük fel a lelkünket, olyan lesz utána a közérzetünk. Egy energetikai meditációs masszázs után körülbelül 2 hétig tart ennek a hatása, tehát másfél óráig foglalkozunk fel, és legalább 2 hétig, de aki vigyáz magára, akár 2 hónapig is tarthat ennek az epigenetikai tényezőnek a hatása, hogy boldogság érzést fog érezni magának. És kiiktatjuk természetesen azokat a sejteket, amik károsak voltak idáig. 3 féle lehetőség közül lehet választani egyébként. Van a basic, amikor valaki nem akar a saját problémájáról beszélni, csak szeretne jó közérzetet magának, kellemes érzést kelteni, ez a basic variációt fogja kapni, és nem kell megszólalnia. A klasszik, amikor már beszélünk a problémáról, ez egy klasszikus, akkor ki tudom választani természetesen, hogy milyen anyagokat fogok felhasználni, vagy van a legdurvább, a legkülönlegesebb, a legvarázslatosabb, a metamorfózis. Ez már a hipnózishoz hasonló, ez a meditációs masszázsunk, a tudatalattival foglalkozunk, itt megtalálhatjuk a saját sors feladatunkat is. Ez már egy komolyabb beavatkozást igényel, de legtöbben egyébként ezt szokták kérni. És néhány ízelítőt elmondanék a hatóanyagokról, amivel dolgozom, amit nem is anyagoknak hívunk, hanem szereket, hiszen szerekhez nyúlunk. Például a rózsa, hidrolátum, az a nőiességnek a szimbóluma. Hogyha a boldogságot szeretnénk, az én egyik kedvencem a jázmin, imádom az illatát, hiszen mi is ezzel töltődünk ilyenkor. Aztán az ősi gyökerekhez szeretnénk visszamenni, a kúszóvajdbogyót használom, vagy a kúszónövényeknek a segítségét kérem. A tisztulás, az elengedés, például az uborka,
a citromfű a nyugalom, a geránium a harmónia és egyensúlynak az illóolaja, az önbizalom a grapefruit magkivonat, a kék kamilla a gyulladást csökkentő, az ősi tudás a másik nagy kedvencem, hogyha bölcs szeretne valaki lenni, a búzacsíra ennek a kivonata. Energiaáramlást a zsúrlóval érjük el, hogyha valaki nagyon energizált és nem érzi jó a bőrében magát, akkor ugye fokozni szeretnénk ezt az energiaáramlást. És az alapolajnak használom a szőlőmagolajat, inkabogyoró, mandula, jojóba. Tehát ilyenféle különleges illóolajok vannak, mindegyik natur, tehát semmi nem tartalmaz tartósítószert, nincsenek benne illatanyagok, ami mesterséges, sem tartósítószer, úgyhogy aki odajön, az egy nagyon varázslatos álomba kerül. Volt egy hölgy, akit megmasszíroztam, és azt mondta utána, hogy úgy érezte magát, hogy egy földön túli utazáson vett részt, hogy mindenfelé járt hegyekbe, felhők között, tenger alatt. Egy csodálatos érzés. Én javaslom mindenkinek, hogy egyszer próbálja ki. Hát én ehhez, Eszter, csak annyit fűznék hozzá, hogy mindenkinek nagyon jó lelki feltöltődést kívánok nálad, és hát remélem, hogy minél többen kipróbálják majd akkor ezt a lélek kozmetikát, mert nagyon jól hangzott az, amit elmondtál. Úgyhogy köszönöm, hogy ismét ennyi fontos dolgot osztottál meg velünk, és akkor ismét találkozunk majd. Viszont hallásra! Szakértőnk válaszolt! Szépségápolási tippek Tóth Alexandrával és Tibai Eszter mesterkozmetikussal.